Na, akkor folytassuk. Mint ahogy már jeleztem, még egy előadónk lesz, aki még nem volt nálunk. Lőcse István. Könyv szerint voltam, direkt mondtam. Tehát én magyarul Lőcse István. Egy érdekes témával jött el hozzánk, egy kis ízelítőt ad belőle, és utána tényleg a szombatnak elég telítettek, de ettől függetlenül mindenképpen szerettem volna teret adni, hisz azt mondta, Spanyolországból érkeztünk, nem a szomszéd utcából, és úgy érzem, hogy ennek most adjunk egy kis teret. Jó? A témát majd ő fogja mondani, a könyv itt van, ha fölkeltette az érdeklődéseteket, akkor azért lapozzatok bele, nézzétek át, és fogadjátok szeretettel. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Jó, szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez a második alkalom, hogy magyarul tartok egy ilyen előadást. Tegnap volt az első, és Városlődön voltunk. Gondolom, tudjátok, hol van. Vagy Ajkai vagyok. Igen? Na, akkor Balatonhoz közel. Ott is úgy jött össze, hogy valami közös ismerős által hívtak oda, aztán meg ide. Holnap Budapesten lesz még egy, úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Legelőször szeretném megköszönni Miklósnak, hogy befogadott házába, és ez egy igazán nagy megtiszteltetés. Azt szeretném még elmondani, hogy minden, amit tanultam, amit végeztem, amit most megpróbálok elmagyarázni, más nyelven csináltam, spanyolul, angolul, úgyhogy magyarul van egy kis, hogy mondjam, hiányom a technikai kifejezésekbe, úgyhogy kérem szépen, nézzétek el nekem, hogyha egy-két bakit ellövök, ugye? Hadd kérdezzem, te mióta élsz Magyarországon? Most jöttem haza, 21 évet voltam kint. Az igen. De már véglekozott? Most már véglekozott. Ez jó. Már megírta egyik, ugye? Oké. Okay. Aztán, azt szeretném kérni tőletek, hogy tegezhet leket. Ahó, hogy természetesen. Mindenki mert tegeződik. Én közelebb érzem magam hozzátok. Mert ha magáznám mindnyájatokat, akkor van egy olyan távolságtartás, és akkor nincs az a konnexió, ugye az a csatlakozás lelkileg, ugye? Nagyon köszönöm. Oké, okay. Lássuk, egy nagyon rövid bemutatkozást szeretnék, mert hogy nem ismertek, valamilyen módon mondjam el, hogy mit csináltam, ugye? Én Erdélyből vagyok, Nagyvárad mellől, apám asztalos, én nála tanultam ki a szakmát, de nem folytattam túl sokáig. 2000-ben mentem ki Spanyolba, ott még dolgoztam 2008-ig asztalosságban, aztán viszont tanultam valamilyen nemzetközi kereskedelmet, egy cégem is volt, nem megyek bele túl sokat. De aztán történt egy nagyon nagy változás az életemben, egy egzisztenciális krízisen mentem át, emocionális, érzelmi krízisen, stb. Stb. És akkor történt meg, mondjam úgy, a nagy boom. Tehát úgy, hogy én azelőtt hittem a szisztemnek, a rendszernek, hittem a bankoknak, hittem mindennek, én teljesen el voltam tévedve, mondjam, és akkor jöttem rá, amikor bejutottam egy olyan, mondjam úgy, egy csoportba, Facebookon, ahol, hogy mondjam, olyan videókat láttam, hogy UFO-k, földönkívüliek, spiritualitás, szakrális geometria, stb. Stb. Kvantumfizika, és így tovább. És ez oda vitt, hogy egy régi álmomat váltsam valóra, mert
Valójában én még 16 évesen eldöntöttem, hogy én pszichológus akarok lenni. És nem sikerült megcsinálnom. De viszont Spanyolországban azt mondom, na, én visszamegyek tanulni, mert nekem az kell. Az az én elhivatottságom. Ugye ma beszéltünk, hallottunk itt az elhivatottságról, ugye? Szóval pontosan azt éreztem, én ezt meg kell tegyem, én azt kell tanuljam. És akkor befejeztem spanyolba a pszichológiát, de azon kívül kvantumfizikával is kezdtem el foglalkozni, de ezt nem hivatalos módon, mivel nincs a közel, nem volt a közelben semmilyen hivatalos, mondjam úgy, egyetem, vagy valami úgy, egy Stanford, a Stanford Egyetem, Kalifornia Egyetemnek egy tanárának az óráin vettem részt online, viszont nem hivatalosan. Ez a Leonard Susskind professzor, hogyha valaki ismeri. Szóval, az történt, hogy ez olyan körülbelül 2011 táján indult el ez a folyamat, és azóta én kutatást végzek, tehát mondjam úgy nem hivatalos módon, mert nem lehet hivatalos módon egyszerűen. Viszont a tanulmányaim segítségével ugye megtanítanak, hogy hogyan kell egy kutatást végezni, hogy kiküszöböljed az emberi hibákat, mondjam így, és akkor én ezt figyelembe véve megpróbáltam minél jobban összehozni olyan dolgokat, amiket a tudomány nem tanít és nem is kutat. Például a szellemet, a lelket, a spiritualitást, stb. Tehát olyasmiket, amiket nem tanítanak egyetemen. És összehozni, vagy összekapcsolni kvantummechanikával, amit azt mondanátok, hogy lehetetlen, vagy hogy ilyet még nem nagyon csináltak. De már csináltak, valójában sokan vannak, akik foglalkoznak ilyesmivel. Csak egy pár nevet említenék, mondjuk Greg Braden, ha rémlik valakinek, vagy Nassim Haramein, fizikus ő is, vagy Fred Allen Wolf, ez is egy kvantumfizikus. Sokan mások vannak, tehát mondhatnék, van egy nagyon hosszú lista, ugye? Na most az van, hogy gondolhatnátok azt, hogy mi már ezeket tudjuk, itt már benne vagyunk az úton, sokat hallottunk ilyesmiről, vajon jön ez a csávó, milyen új dolgot tud hozni, ugye? Most lássuk, hogy mi az, amit tudok ajánlani nektek, ami benne van a könyvemben is, mert még senki nem írt ilyesmit. Na most én azt szeretném kérni tőletek, hogy vegyétek úgy, mint egy elmélet, mert valójában ez egy hipotézis, ami még nem volt bizonyítva, és nagyon sok hipotézis van, ami nincs bizonyítva, ugyanúgy kvantumfizikában, kvantummechanikában, és sok más dologban, mint például a pszichológiában, vagy biológiában, hogy mondjak valamit, halál közeli élmény, ugye? És hogy bebizonyítsuk azt, hogy a szellem létezik, és a tudat tovább él, ugye? Nincs halál valójában. Ez egy olyan dolog, amiről beszélek is a könyvemben, és ezért ajánlom, mert meglátjátok majd a konnexiót köztük, a kapcsolatot, hogy igenis van kapcsolat a kvantummechanika és a szellem között. Na most, arról van szó, hogy tehát azt szeretném kérni, hogy nyitott elmével, nyitott szívvel figyeljétek, hallgassátok meg ezt az elméletet, és próbáljuk úgy venni, hogy ez nem más, csak egy elmélet, oké? De én megtartom azt, hogy de mi van, ha? Mi van, ha mégis így van? És nem úgy, ahogy gondoltuk. Mert ugye a tudomány csak úgy halad előre, ha megkérdőjelezzük. Ha nem kérdőjelezzük meg a tudományt, vagy ahogy mostanában történik, például ezzel a, mondjam úgy, hogy hülyeséggel, a Covid-dal, vakon elhisszünk mindent, amit mondanak nekünk, hogy mi történik? Én azt mondanám, hogy nem. Mert azt is kell mondjam, hogy az utóbbi 3 évben egy kutatócsoporttal dolgoztam, akik, mondhatnám, hogy több száz dokumentumon van arról, hogy minket becsaptak. Nekem dokumentumom van róla. Kutatás van róla. Tehát nem olyan hivatalos
kutatókkal dolgoztam, hanem pont olyanokkal, amilyenek mi vagyunk. Oké? Okay? Na most azt akarom mondani, hogy viszont a tudományban az a fontos, hogy megkérdőjelezzük, és ne higgyünk el mindent, mert ha elhiszük úgyni, hogy vakon, akkor az már dogma. Az már doktrina, az már nem tudom. Na jó. Kezdjük azzal, hogy ugye ma hallottunk itt mágusokról, táltosokról, ugye? Én megkérdezném tőletek, hisztek a mágiában? Hogy nem, igen. Hisztek a csodában? Igen. Én nem. Én a számoknak hiszek. De viszont érdekes módon az van, hogy a számok azt mutatják, hogy működik. Hogy tényleg van csoda, vagy van mágia. De addig, ameddig nem tudjuk bebizonyítani, hogy hogyan működik, addig mágia vagy csoda marad. De amikor meg tudjuk magyarázni tudományosan, akkor már nem mágia, akkor már tudomány. Ugye? És főleg, ha alá tudjuk támasztani tudományosan, vagy valamilyen módszerrel, hogy az a csoda, vagy valamilyen fenomén, annak van egy mechanizmusa, akkor az már érthetőbb, és akkor az már nem csak a hit szükséges rá, hanem mondhatnám, hogy tényleg akkor most már tudok adni valami kézzelfoghatót. Oké? Okay? Na ezt próbáltam, ezt összekapcsolni, ezt próbáltam majd megmutatni a világnak, hogy hoztam valamit, amivel alátámasztom azt, amiben sokan hisznek. De most már nem csak úgy, hogy vakon hiszek benne, vagy mert valaki elmondta, mert vagy van egy saját tapasztalatom, hanem most már van valami más is. Tehát mondjuk egy matematikai képlet. Oké? Okay? Most mondjuk el, akkor kezdjük el ott, hogy a kvantummechanika mivel foglalkozik? Kvantifikál olyasmit, hogy például lehetőségek száma és probabilitás, vagy más néven magyarul úgy lenne, hogy valószínűség számítás. Ugye? Erről szól a kvantummechanika. Valamilyen módon megmondani a jövőt. Például. És akkor nézzük meg itt a képernyőn, ha megyek, nem tudom, ha ismeritek ezt a képet, ez a dupla rés, mondjam úgy, ha jól mondom, dupla rés kísérlet, köszönöm. Ez az. Ahol az a baj, hogy a lézerem nem megy ott, de akkor megpróbálom az ujjommal. Ahogy látjuk itt, ezeket a golyókat, mondjuk úgy, hogy ez egy makrokozmosz, tehát golyókat látunk, oké? Az azt jelenti, hogy a golyók lehet, hogy átmennek a résen, vagy nem. Egyszerűen megtörténhet az, hogy visszaütődik, visszapattan a falról, ugye? De mi meg tudnánk mondani, hogy mekkora a lehetősége annak, hogy átmenjen egy résen. De most nekünk van két rés, ugye? Mekkora a lehetősége, vagy mekkora a valószínűsége, hogy átmenjen a bal oldalon, vagy a jobb oldalon? És ezt könnyű kiszámítani. Mert mivel ez egy bináris szisztem, egy bináris rendszer, tehát akkor azt jelenti, hogy vagy jobb, vagy bal. Vagy egyes, vagy nulla. Például. És az 50-50 százalék. Ugye? Könnyű megmondani, könnyű megjósolni. Most szeretnék mutatni egy kis próbát. Hoztam magammal egy labdát. Oké? Okay. Mintha ez lenne egy olyan golyó, vagy egy részecske. És akkor ha azt mondom, hogy mondjuk eldobom. Elkaptam. Én látom a jövőt. Felolvasnám? Valaki kinyújtja a kezét, hogy elkapja. Kinyújtotta valaki a kezét? Ugye? Szóval megtörtént, de ugyanakkor... Na tessék, elejtette. Vagy elejti. Tehát ugyanaz van ott is. Vagy jobb, vagy bal. Tehát könnyű megmondani, hogy mi történhet. És akkor ez csak egy olyan példa, hogy
valamilyen szinten tudjuk látni a jövőt, mert egyszerűen ki tudjuk számolni, hogy 50%-ba kinyújtja a kezét, 50%-ba elejti. Ugye? Nos, de mi van akkor, hogyha egy komplexebb szisztémáról beszélünk, vagy egy rendszerről beszélünk, mint például az ember maga? Például mekkora az esélye az, hogy valaki megbetegedjen? Oké? Vagy mekkora a valószínűsége? És ha már beteg, mekkora a valószínűsége annak, hogy meggyógyuljon? Például, hogyha mondjuk egy rákos betegségről beszélünk. Oké? Itt már sokkal több minden játszik közre, mert olyan faktorok vannak, amikkel nem tudunk számolni. Tehát egyszerűen nem tudjuk előre látni pontosan, hogy mit kell tegyen az a személy ahhoz, hogy változást hozzon be az életébe, és hogy kihasson az egészségére, és meggyógyuljon. Na most, van egy olyan dolog, ahogy látjátok itt is ezen a képen, hogy ez már egy részecske, ami úgy viselkedik valójában, mint a víz, itt jobb oldalon látható, mintha víz lenne, amit mi elbocsájtunk, mondjuk egy követ dobunk a vízbe, és akkor hullámokat gerjeszt, az egy hullám mondjuk, hogy átmegy mind a két résen egyszerre, de a túloldalán már két hullám van. A két hullám viszont okay, tehát azt jelenti, kereszteződnek, azt jelenti, hogy növekvés van. Ezt tehát szakrális geometriába nagyon jól lehetne elmagyarázni, és erre van nekem egy nagyon, nem mondanám, hogy hosszú, de egy olyan egy-két napos szeminárium érdekes lenne ahhoz, hogy az életbe is véghez vigyük. Építésbe például, vagy ház, mit tudom, a belső építésbe. Mert nagyon fontos az, hogy milyen módon generálunk energiát például. Oké, na most, arról van szó, hogy ha a hullámok növekednek, tehát azt jelenti, hogy a hullámok összeadódnak harmonikusan, akkor ott élet van, akkor ott növekvés van. Viszont, hogyha nem adódnak össze a hullámok, az energiahullámok harmonikusan, azt úgy hívjuk, hogy harmónia exkluzivitás. És ha nem inkluzivitás, az első lenne inkluzivitás, de a második az exkluzivitás, akkor csak egy harmónia van, és akkor nincs növekvés. Oké? Na most. Mit látunk ott fölül? Látunk egy többes számú, nem csak egy kettes patront, vagy egy mintát, hanem egy többes mintát. Okay? Az azt jelenti, hogy valójában a hullám gerjeszt többes valószínűséget, tehát akár még azok közül megtörténhet. De az érdekes dolog ott jelenik meg, amikor meg akarjuk mérni, hogy még résen megy át az a részecske, tehát vagy jobb, vagy bal, mert akkor, amikor nem mérjük meg, tehát nincsen semmilyen féle mérőeszköz, egy gép, vagy valamilyen, nem tudom, egy szisztéma, ami meg tudja mérni, meg tudja figyelni azt a részecskét, hogy jobb oldalt megy át, vagy bal oldalt, addig a részecske hullám féleképpen cselekszik, vagy viselkedik. Azt jelenti, hogy ilyen patront, vagy ilyen mintát hoz létre. De hát azt mondtuk, ugye, hogy hogy valójában egy részecske, szubatomikus részecske, az lehet elektron, proton, neutron, akár quark, stb. Mert ezrek vannak, hogy egy részecske valójában az anyag, nem igaz? Olyan, mint a golyó. Tehát akkor hogy lehet az, hogy úgy viselkedik, mint egy hullám? Ugye? Na most arról van szó, hogy amikor már megmérjük, azonnal megváltoztatta a viselkedés, és úgy viselkedik, mint az anyag, mint tényleg, mint egy golyó, és csak két mintát, egy dupla mintát fog alkotni. Tehát vagy jobb, vagy bal. Erre azt mondják a hivatalos tudósok, vagy a kvantumfizikusok, hogy ez semmit nem bizonyít, csak annyit bizonyít, hogy a részecskének van egy ilyen duális tulajdonsága, hogy hullám és részecske egyaránt egyszerre. Na jól van akkor, de hogyha ez mind a kettő egyszerre tud létezni, akkor viszont felmerül a kérdés, hogy nem-e léteznek-e párhuzamos valóságok?
És itt van az, amikor beindult az én agyam, mondjam úgy. Most ezt láttuk, hoppá. Érzékel itt valamit, jó. Ez a Schrödinger macskája, ha valaki ismeri, ismeritek? Nem? Nem nagyon? Mit mondott Schrödinger? Azt mondja, hogy be akarja bizonyítani, hogy van párhuzamos valóság. Ezzel azt mondta, hogy tegyünk egy macskát egy katujába, és akkor a katuját ellátjuk egy olyan rendszerrel, ami, ahogy ebben a másikban látszik, ott van egy ilyen, mondjam úgy, hogy egy kis gépezet, ami mondjuk egy radioaktív részecskét tartalmaz, aminek az energiája fenntartja azt a kalapácsot, hogy ne törje össze azt az üveget, ami ott van alól, amiben van egy, bocsánat, egy mérgező gáz. És akkor feltevés, a feltevés az, hogy ha mondjuk 60 perc alatt, 1 óra alatt az a részecske nem bomlik fel, akkor a kalapács nem esik le. Viszont ha felbomlik, leesik a kalapács, kiszabadul a gáz, megöli a macskát. De mi ezt nem tudjuk, mert nem látjuk, hogy mi történik benne a katujában. És arról van szó, hogy akkor addig, ameddig nincs egy megfigyelő, addig mind a két lehetőség egyformán lehetséges. Egyformán valószínű. Tehát létezik két olyan párhuzamos valóság, ami tartalmazza azt az információt, mondjuk úgy. Azt az információt, tehát mind a kettő párhuzamosan egymásba olvadva létezik ugyanabba a térben. Abban a pillanatban, amikor kinyitjuk a katuját, és megnézzük, mi van benne, akkor valójában van egy olyan effektus, amit úgy hívunk, hogy a hullám funkció összeomlása. Tehát az a hullám funkció, amikor összeomlik, akkor megjelenik nekünk, számunkra egy olyan valóság, amivel mi koherensek vagyunk. Tehát rezgésben vagyunk. Vagy mondjam úgy, hogy a legjobb példa az lenne, hogy a televízió csatornákat ugye nem látjuk egyszerre mindet, hanem külön-külön át kell váltani, és a frekvenciával kell, hogy mondják ennek magyarul, szintonizál, nem jól mondom, hogy szintonizál, hogy? Rezgés. Nem úgy, hanem, hogy koherenciába lépni, vagy valahogy így. Oké, tehát hogy tudjam én azt fogni, vagy a rádió, ugye? Tehát kell forgassam a rádiónak azt a... De a csatornát váltok. Igen, szinkronban, köszönöm. Úgy lehet mondani. Tehát, hogy én szinkronizálom azt a csatornát, és akkor látom csak, addig nem. És mi, mert úgy mondja Schrödinger, hogy a másik valóságot azért nem látjuk, mert dekoherenciába vagyunk vele. Tehát nem tudjuk megtapasztalni. De most itt felmerül egy kérdés, akkor mi van akkor, nem tudom, miért ennek az meg. Mi van akkor, hogyha a valóságunk, amit mi látunk itt, mi a fizikai valóságunk, nem olyan, amilyennek képzeltük. És ez nagyon érdekes dolog lenne, mert akkor azt kell mondjam, hogy meg kell értsük, hogy vajon mi folyik itt, ha nem ilyen a valóság, ahogy látjuk. Mert mi van akkor, ha ez az egész egy illúzió, és csak itt működik bent a fejünkben, és mi saját magunk illúziója vagyunk, például. De akkor hogy tudjuk ezt megmagyarázni? Most ezt a grafikát készítettem, hogy próbáljam elmondani a következő elméletet. Mi nem ilyen valóságban élünk, amilyet látunk, hanem pontosan egy olyat, mint amilyen lenne egy mozifilm szalag. Oké? Tehát tudják, milyen az a szalag, hogy benne vannak a kis képkockák, ugye? Ez fut a projektor előtt, ami fényt kibocsát, és akkor úgy látjuk a képernyőn, hogy mozog valami. De ha közelről megnézzük a filmkockát, abban nincsen mozgás, nincs idő, ugye? Mert nem létezik benne az idő, és a főszereplő nem mászik át egyik kockáról a másik kockára, hogy tudjuk látni, hanem mindegyik kockában benne van. Nem úgy van? Na most képzeljük el, mi van akkor, hogyha a valóság olyan, mint ez, csak háromdimenziós kép.
Okay. És mindegyik háromdimenziós kép fix. Tehát meg vagyunk fagyva, merevedve. Értitek? Nincs mozgás benne. Ahhoz, hogy legyen mozgás, az kellene történjen, hogy menjünk egyikből a másikba, egyik kockából a másik kockába. Mert ha megnézzük a filmkockát egyiket a másik után, kettő, ami két szomszéd kocka, nem látunk benne különbséget, ugye? Mert annyira hasonlóak. Csak akkor látjuk meg a különbséget, ha több kockával megyünk feljebb, vagy 50-nel, 60-nal például, lehet, hogy kevesebb is elég, mert akkor már látunk benne egy kis mozgást. A főszereplő már más pozícióban van, mondjuk megmozdította a kezét valahogy. Oké? Okay? Követtek? Na most. Ebben az esetben úgy lenne, hogy valójában mi nem 60 kockát ugranánk másodpercenként, hanem milliárdot. Okay? És ez az ugrás folyamatos, automatikus, és velünk született képesség. Tehát mi nem kell megtanuljuk azt, hogy ugorjunk, hanem már tesszük automatikusan. De akkor valójában ugrik a testünk egyik kockából a másikba? Nem. Mindegyikben benne van a testünk. Szóval ezek az oszlopok olyanok lennének, hogy mindegyik kocka egy párhuzamos valóság. És akkor arról lenne szó, hogy mi ugranánk az egyikből a másikba. Itt alól ez lenne a múlt, oké? Okay? Itt lenne a jelen, és itt fent a jövő, és amíg viszintes, ezek a viszintes vonalak lennének, például a legfelső a jövő, ami különböző jövőbeli kimenet, mondjam úgy. Oké? Okay? Ahogy a könyvemben is látjátok, hogy vannak ezek a csíkok, ahogy itt megjelent, meg illusztráltam, ez a szó, és akkor különböző kimenetbe vihet minket az életbe. Oké? Okay? Az azt jelenti, hogy például ott is, ahogy látjátok azokat a csíkokat, pont arról lenne szó, hogy a jelenben, ahol van az a pont, a jelenben valami történik, viszont a jövőben még nem tudjuk, hogy mi a kimenete. És akkor, ha azt a példát venném, hogy van egy halálos betegség, például egy, vagy egy rák, akkor mi az, ami elviszi a szemét egy nem kívánt jövőhöz, a H betű lenne a halál, az é meg az élet. Oké? Okay? Tehát arról lenne szó, hogy milyen döntést hozunk mi, és hova jutunk. Mert pontosan arról van szó, hogy az útunk az lehet jobbra, balra, felle, minden irányba. Mert mi minden pillanatban döntünk valahogy. Ugye? Csak még az is előfordul, hogy nem tudjuk, hogy hogy döntünk, mert automatikusan döntünk. Tehát a tudatalattink felveszi a kontrollt. Ugye? És akkor mitől függ ez? Attól függ, valójában itt már kapcsolódik a pszichológiával. Úgy kapcsolódik, hogy valójában nekünk van egy hitrendszerünk, amit nagyon sokszor tudatalatti. Nem is tudjuk, hogy hiszünk valamit. Például azt hiszük, hogy nem vagyunk képesek megcsinálni valamit. Vagy alacsony az önbecsülésünk például. És ebbe az esetben például egy beteg, egy rákos beteg, amikor megtudja, hogy rákos, mi szokott történni, ami normális esetben történik. Összeomlik konkrétan. Összeomlik, depresszió, szorongás, stressz, és emiatt mit csinál? Mit csinál? Stressz hormonokat produkál a testébe, tehát az egész vér kémiája, meg nem jön magyarul, hogy mondjam. Mindig a spanyol szavak jönnek a fejembe, tehát elnézést kérek. Tehát az a fontos, hogy ugye adrenalin, vagy olyan stressz hormonok, amiket egyszerűen nem tud kontrollálni a beteg, az azt csinálja, hogy az 24 órában jelenlévő hormonok, stresszhormonok roncsolják még jobban a szöveteket. És akkor mi történik? Ha abban a pillanatban a beteg nem változtat, hova viszi őt? Egyenesen halálba. A halálba. Azok a kockák úgy is vehetjük, hogy eseménylánc. Egyik esemény egy másik eseményhez visz.
És utána a következő. Oké? Okay? Na de most, hogyha ő nem szeretne odajutni, hanem élni szeretne, akkor ő tudja azt, vagy tudnia kéne, hogy változtatnia kell. És akkor dönthet úgy, oké, nem félek. Oké? Nem félek. És itt jelenik meg, mondjam úgy, hogy az érzelmi intelligencia, ugyancsak pszichológia, amit kifejlesztett egy ismert pszichológus, Daniel Goleman, és ő írt több könyvet, kutatást végzett másokkal is egyaránt, és az derül ki, hogy valójában ez az intelligencia, ez tanulható, átadható, és ez nem egy olyan, mondjuk úgy, hogy vele született képesség, de ez egy képesség, amit el tudunk sajátítani. Okay? Tehát bárki meg tudja ezt tanulni, és csak annyit kell csinálni, hogy gyakorolni kell. Önfegyelem, önismeret, és akkor megfigyelni a saját érzéseimet, megfigyelni a saját félelmemet, és túllépni rajta. Na most, abban a pillanatban, amikor ez a beteg rájön erre, és döntést hoz, én ezt túlélem, akkor rögtön elindul erre a másik útvonal, itt jobbra, ez a össze-vissza út, mert az az igazság, hogy emberek vagyunk, emberből vagyunk, ugye? És a fizikai elménk, nem azt mondom, hogy a szellemünk, hanem a fizikai elménk, ami itt van bennünk, az így megy felle, most jól érzem magam, most rosszul érzem magam, most bizakodok, most elvesztem a hitem, stb. Okay? És az történik, hogy egyszerűen csak vissza tudunk kanyarodni újra, ha azt mondom, hogy elegem van, nem hiszek többet benne, nem bírom ezt csinálni, feladom, ugye? Akkor visszamegy ennél a pontnál, visszafordul megint a halál fele. Még mindig nincs veszve semmi, mert újra el tud kanyarodni az élet fele, hogyha túlteszi magát rajta. Na most, arról van szó, hogy ezek különböző faktorok, amik úgy működnek, hogy automatikusan működnek bennünk, az elménkben, mert a tudatalattink hatalmas. És sokszor az egónk is átveszi a hatalmat, átveszi a vezetést, és olyan irányba vezet minket, amelyben nem szeretnénk, hogy menjünk. De viszont az egónk nem akarattal teszi ezt, hanem egyszerűen nem tudja, hogy kell csinálni jobban. Oké? Okay? És akkor nekem az az elméletem, hogy az egót nem szabad eltörölni, mert valójában nem más, mint a mi saját védelmi rendszerünk. Mert sokan azt mondják, hogy az egó rossz, az egó egy ellenség, és néhány olyan, mondjam úgy, hogy tanítás, ha lehet így hívni, azt mondja, hogy az egót el kell tüntetni. Vagy elnyomod, vagy te veszed át az irányítást, vagy kitörlöd magadból. Nem lehet, mert az itt van, a DNS-ben. Úgyhogy nem lehet kitörölni. Ha tegyük fel, ha most lehetséges lenne kitörölni az egót, 2 nap alatt halott vagy. Mert nem tudod megvédeni magad. Az ego az egy automatikus, tudatalatti rendszer, ami meg akar védeni minden áron, de sokszor elrontja, mert nincs elég információja arról, hogy hogyan csinálja jobban, mert úgy tanulta meg, azokat az információkat használja fel, amiket kapott életed során. És ha a tanításod vagy olyan nevelésen mentél át, plusz, hogy olyan tapasztalataid voltak az életben, amik negatív, és még negatívabbak, és rossz kimenete volt, akkor azt használja fel. Ne tedd ezt, mert emlékezzél rá, hogy mennyit szenvedtél akkor, mikor történt az a dolog. Úgyhogy ne ismételj, ne csináld ezt. Közben nem úgy kellene csinálni, hanem próbáljunk máshogy viszonyodni a dologhoz. Vagy próbáljunk máshogy reagálni, máshogy válaszolni azokra az ingerekre például. Oké? Okay? Szóval az ego csak azt akarja, hogy segítsen, de sokszor elrontja. És akkor az én elméletem az, hogy nem azt kellene csinálni, hogy kizárni, vagy kidobni, vagy megölni, hanem
átnevelni. És erre van egy nagyon jó, egy nagyon szép kis technika, amit úgy hívok, hogy egy szerződést kötünk az egóval. Egy új szerződést, hogy együttműködjünk. Oké? Na jó, menjek tovább. Mit csináltam én? Azt mondtam, hogy oké, hogyha van párhuzamos realitás, akkor van egy kvantummechanika, a kvantummechanika az kvantifikál, mondjam úgy, megmér dolgokat, meg kiszámolja a dolgokat, kiszámolja a lehetőségeket, kiszámolja a valószínűségét valaminek, megpróbálja előre megmondani, hogy mi tud történni. Ugye mindnyájatoknak van mobiltelefon, ugye? Sokan azt gondoljátok, hogy nem tudom, mi ez a kvantummechanika vagy kvantumfizika, pedig ott van a kezetekben. Mert az egész bináris rendszer. Ha tudom, hogy ha megnyomok egy gombot, akkor mit tudom, hogy mi fog történni. Előre meg tudom mondani, ugye? Tehát nem idegen számunkra ez, mert körül vagyunk véve. A háztartási, mit tudom én, konyhai berendezéseknél, ha bekapcsolunk egy gépet, tudom, mi fog történni. Mert azon működik, ezen az elven működik minden. Minden elektromos dolog. A kompjúter is, stb. Minden, ami elektromos. Oké. Na most, én azt mondtam, hogy oké, rendben, ezek a dolgok mik? Információk. Más szóval, ha úgy mondanám, rezgési információ. Ha úgy vesszük, mi vagyunk? Mik vagyunk? Testek, biológia például, de akkor a biológia micsoda valójában? Kémia. Nem igaz? A kémia mivel foglalkozik? Atomokkal. De tehát akkor a kémia micsoda? Fizika. És a fizika micsoda? Mert számol is. Matematika. Tehát, hogyha így állunk hozzá, akkor valójában én azt tudnám mondani, hogy lehetséges lenne írni egy képletet, és úgy szimbolizálni, ha mondhatnám így, hogy valójában mi matematika vagyunk, tehát le tudnám írni matematikailag az embert. Vagy nem csak az embert, hanem például ezt az eszközt, vagy egy kompjútert, vagy a mikrofont. Tehát akármi, egy alanyt, aminek adok egy szimbólumot, hogy az képviselő. Oké? Azt képviselő. Na most, amit láttok itt, megpróbáltam összegezni az embert. Magát az embert. Az úgy lenne, hogy ha mi információ vagyunk, rezgési információ vagyunk, akkor abban nagyon sok információ van, bennünk rengeteg információ van. Képzeljétek el, a magasságom, a hajam színe, a szemem színe, a súlyom, a szerveim állapota például, az atomjai száma, a szubatomikus részecskéim száma, ami rettentesen nagy számba van, és azt adném, mindegyik részecskének kéne adjak egy identitást. Ugye? Mindegyiknek. Tehát az egy hatalmas, nagy, rettenetes, hosszú képlet. Ha megállok leírni ilyen kicsibe, az több kilométernyi hosszú képlet lenne. Nem tudnám le se írni. Képzeljétek el. Tehát ezt nem lehet ilyen hosszan, komplikáltan leírni, le kell egyszerűsíteni. És azt mondtam, hogy az, adjunk neki egy szimbólumot, nekem ez jött be, delta. Amit láttok ott, bal oldalt, ez a delta, ez a háromszög, oké? Ami összegezné azt a halmazt, azt az információ halmazt, ami én vagyok. Vagyis ezt, ami itt van. Amit itt láttok valójában, ez az egész illusztráció, ez nem más, mint a Venn diagram, aki ért egy kis matematikát. Ez a Venn diagram, ezt használtam fel, mert a legegyszerűbb bemutatni. Na most, mi az én identitásom? Mert valójában, amit én tartalmazok, ezek a delta 1, delta 2, delta 3, ezek mind információk, ami az enyém, amit mondtam az előbb, ami valójában azt mondja, hogy ez engem megint egy magyar szó hiányzik. Hogy? Jellemez vagy identifikál. Azonosít. Köszönöm, ez a szó. Tehát ami engem azonosít, hogy én tényleg ez vagyok, és nem valami más.
Tehát nem lehet összekeverni más valamivel. Oké? Okay? Mert pontosan azonosít engem azzal, ami vagyok. Na most, de mi az, ami vagyok? És itt van ez az identitás, ami engem megmondja tényleg, hogy én mi vagyok. Nem csak az, hogy a nevem, vagy hogy kinek a fia, kinek a lánya, ki az apám, ki az anyám, vagy ki az én gyermekem például, amivel összekapcsolódok, vagy ki a szomszédom, a barátaim, stb. Ez mind információ. Nem csak ezek a dolgok, hanem úgy, ahogy mondtam, a testem, meg ami benne van, de nem csak ez, hanem azon kívül a gondolataim, az érzéseim, a hitrendszerem, a viszonyom, ami van a világgal, önmagammal, társaimmal, ez mind információ, ami engem képvisel. Oké? Okay? És ez mind az a delta. De van valami más. Tehát az univerzum, amit láttok, az egész téglalap, az az univerzum, vagy mondhatnám úgy, hogy egy párhuzamos valóság. Az tartalmaz más dolgokat is, nem csak engem, én ott vagyok, de vannak más dolgok, például ez a szigma. Ez a rész, ez a szigma I, ami az összes szigma, ami a környezetben van, ami kapcsolatba léphet velem, és befolyásolhatja az én identitásomat, az én mi voltomat. És ott van egy, ami egy változó, amit igenis én magamévá tudom tenni, tehát integrálom az én identitásomba, és az lenne a szigma X. Egy változó, ha bár sok változó lehet, de én most csak egyről akarok beszélni, az a változó eldöntheti, hogy én még irányba fogok menni abba a kvantumugrásba, hogy vagy halál, vagy élet. Az a döntés, az a sigma X, az a döntés lehet, hogy én megtartom a félelmemet. Követtek? Az a sigma X, az is lehet, hogy én megváltoztatom a hozzáállásomat, és például harcolok. Oké? Okay? És akkor rögtön irányt váltok. Szóval, azt jelenti, hogy a kvantumugráshoz vagy a jövőnek a kimenetele attól függ, hogy milyen sigma X-et fogok én önmagamba integrálni. És akkor azt mondtam, hogy valójában akkor az univerzum, vagy a realitás, a valóság U egyenlő delta plusz delta C. A delta C mind az, ami nem én vagyok. Delta mind az, ami én vagyok. És a delta C az a komplementáris delta, ami mindaz, ami nem én vagyok. Ami nincs hozzám köze, és nekem sincs közöm ahhoz. Ami, mit tudom én, milyen bolygón van, vagy még ezen a bolygón is, de soha nem jövök kapcsolatba vele. Soha az életbe, mert megtörténik. A másik dolog az, oké, innen, ha folytatom, azt akartam leírni, hogy akkor a delta, vagyis én, egy integrál vagyok, ami a delta I, az egész halmaz az, ami én vagyok, plusz a sigma X az, ami engem be tud befolyásolni, ami a környezetemből kapcsolatba lép velem. Oké, eddig világos, nem? Na most, tessék? Na most, azt mondom, hogy a kvantumugrás, tehát akkor, amikor én döntést hozok és elindulok egy úton, azt ezzel a képlettel fejezném ki, mert ez egy funkció. És akkor a funkció azt jelenti, hogy én mozgásban vagyok valójában, tehát én döntök valahogy, van egy akció, mondjam úgy. Oké? És ez a funkció, ez a sigma X funkciója, ami, ha látjátok ott, van az első sigma X, ami engem blokkol. Tehát mondjam úgy, az a félelem, haláltól való félelem például. Vagy a stressz hormonok, oké? Okay? Ez már bennem van, ez az első sigma X. Mit kell csináljam? Ki kell cseréljem ahhoz, hogy megváltozzon valami? Ezt kicserélem, hozzáadom, tehát itt kivonom, és hozzáadok egy új sigma X-et, amit itt úgy jeleztem be, hogy primnek mondják spanyolul, az azt hiszem elsőnek mondják magyarul, oké? Okay? Hogy? Elsőd. Úgy, köszönöm. Tehát akkor azzal kicserélem, és akkor rögtön egy új információt integrálok magamba,
ami megváltoztatja az identitásomat szóval, más nyelven mondjam úgy, hogy az a betegség már nem képvisel engem, hanem én valójában azt mondjam ilyen szavakkal, mert ez sokkal jobban hangzik, nem hogy egészséges vagyok, hanem én vagyok az egészség maga. Oké? Mert van egy különbség. Tehát én már nem hogy egészséges vagyok, vagy leszek, nem, most mindig a jelenbe kell beszélni. Most egészség vagyok. Az egészség vagyok. Oké? És akkor, ha ezt integráltam magamba, én azonnal ugrok egy másik realitásba, ami most képvisel engem. Képzeljétek úgy a dolgot, hogy nekem, ugye azt mondtam, hogy rezgési információk vagyunk. Nekem lenne az egész információval együttvéve, lenne egy új lenyomatom. Oké? Ami engem képvisel, és abba a realitásba visz, vagy abba tart, ami pontosan koherens azzal a realitással. Mert vele vibrál, mondjam úgy, vele együtt rezeg. Ha már nem szeretnék itt lenni, akkor ki kell cseréljem ezt a változót egy másikra, hogy most már egy másik realitással rezegjek együtt. Tehát az egészséggel. Oké? Okay? Tehát matematikailag ezt ki lehet fejezni. Na most valójában van egy másik dolog, mert van egy spirituális háttere az egésznek, nem csak matematika vagy pszichológia. Miért? Mert az érdekes dolog, hogy mi az, ami megfigyel. Mert mi vagyunk azok, nem ezt akartam mutatni, na ugye próbálok egy kicsit gyorsítani, nem megyek át mindegyik kockán. Ahogy Gandhi mondta, hogy légy az, amit szeretnél látni a világban. Tehát először válj azzá, és aztán fogsz látni. Tehát nem úgy van, ahogy mondják, hogy hiszem, ha látom, hanem fordítva. Először hinnem kell, és aztán fogom látni. Ez tényleg így van. Miért? Mert hinnem kell abba, hogy valami van, hogy valami igaz, hogy aztán az megtörténjen. Mi az, amit sokan mondanak, hogy ki kell vetítsük magunkat, valamit kivetítünk. Az pontosan, ami vagyunk, tehát az az információ halmaz, ami mi vagyunk, kivetítjük. És valójában a kvantum mező mit csinál? Visszatükrözi nekünk azt, ami vagyunk. Mondjuk adok egy analógiát. Tegyük fel, hogy ugye van egy kompjúter. A kompjúterben van egy program, és van benne egy szisztéma, egy rendszer, egy operációs rendszer, ami mondjuk a Windows. Na de most fogjuk azt, hogy van egy CD, a CD-n van egy program. Ha én a CD-t beteszem a kompjúterbe, a lejátszó lejátsza, és a szisztéma vagy a rendszer mit csinál? Bemutatja, lejátsza. Ugye? Na most, a kvantummező, az operációs rendszer, Windows, én pedig a CD, a program. Tehát a kvantummező lejátsza azt nekem, ami én vagyok. Tehát azt mutatja nekem, ami pont bennem van, ami az én programom, amire voltam, vagy vagyok programozva. Ilyen egyszerű. Ha nem tetszik, amit látok, cseréld ki. Rémlik nektek Jiddu Krishnamurti? Néhányoknak. Oké, okay. Jiddu Krishnamurti azt mondta, hogy ha szenvedünk, vagy ha valaki szenved, és keresi a megoldást a szenvedésére, az a tény, hogy keresi, az még nem a megoldás. És akkor azt mondja, ha szeretne nem szenvedni tovább, miért nem változik meg? Csak változzon meg? Ugye? Na most ott van a probléma, hogy az emberek nem akarnak megváltozni. És azt mondja Krishnamurti, hogy szeretnek szenvedni. Ilyen szarkasztikus módon. De tényleg, most gondoljunk bele, hogy hányszor mondjuk el az embereknek, figyelj, tedd ezt, csináld azt. Mint pszichológus tudom mondani, mert hányszor jöttem össze olyan dolgokkal, emberekkel, akiknek tanácsot adsz, és mégse csinálja azt, amit tanácsolsz. Mint terapeuta. Ugye? Milyen érdekes. Miért nem teszi meg vajon azt, amit kéne, hogy megtegyen? Mert az ő hitrendszere azt mondja, hogy ne tegye meg.
Hogy tegye meg más. Hogy tegye meg más? Pontosan. Ezért ő ne válaszol semmit. Így van. És akkor, látjátok? Hiába magyarázod meg, ösztönzöd a másikat, mégse csinál semmi. Oké? Na most, akkor miről van szó? Itt megjelenik megint a szeretet. Figyeljétek meg, milyen érdekes. De van egy dolog az egész filozófiában, ami két pilléren alapszik. A feltételmentes, mondjam, hogy feltételmentes szeretet, vagy feltételmentesség. Tehát általánosan véve. És a másik lenne az abszolút szabadság. Tehát ha a kettő együtt jelen van, akkor egyensúly van. Ha az egyik meginom, akkor összeomlik az egész filozófia. Nem ér semmit. Most én azt próbálom itt ezzel a kvantumfilozófiával átadni, hogy találjunk egy olyan egyensúlyt az egész dologba, hogy valójában az ember lásson valami értelmét, hogy növekedjen. Mert valahogy nem akar növekedni. Ugye? Tehát egy olyan önmeghatalmazást elérjen, hogy ő képes a változásra, és nem kell féljen a változástól. Itt megjelenik egy másik olyan dolog, hogy a változás maga, hogy mondjam ezt, önmagába viseli az identitásváltást is. Tehát ha te változol, már nem vagy az, aki voltál. Mivel nem vagy az, aki voltál, vagy ha változtatsz, már nem leszel az, aki voltál, akkor valójában ki leszel? És ha nem tudod, ki leszel, az egy ismeretlen. És akkor mi jelenik meg? Az ismeretlentől való félelem. Ez blokkol. És nem változtatsz. Ugye? Na most, pontosan ez az a dolog, amikor te nem mész jobbra ott, ahogy láttátok a grafikán, hanem mész előre egyenesen a vesztedbe. Mert félsz változtatni. Mert a legnagyobb félelem az, amikor nem tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy ki vagyok, hogy mi vagyok. Ma hallottam egy olyat, ugye, hogy ha elveszik a nevedet, az a legrosszabb dolog, mert akkor az identitásod tönkre megy. És ha az a legnagyobb félelem az emberben, ha nem tudja, hogy ki ő. Okay? Az identitás váltás az egy borzasztó nagy veszély. Okay? És valójában, paradoxon módon, mi állandóan változunk, állandóan, minden ugrással, ahogy véghez visszük, ahogy mondtam, hogy milliárdszor ugrunk egy másodperc alatt, de most, megint. Oké? Okay? És minden egyes pillanatban új emberek vagyunk. Minden pillanatban új emberek vagyunk. Tehát az identitásunk megváltozott, mert csak akkor tudunk megtapasztalni egy valóságot, ha én azzal együtt vibrálok. De már nem vagyok a másik valóságban, mert az más új lenyomata van, más frekvenciája van. Tehát már nem vagyok az a régi ember. Az, aki most egy másodperccel ezelőtt voltam? Követtek? Állandóan új ember vagyok. És most ti is új emberek vagytok, mert kaptatok egy új információt. Már nem vagytok a régiek. Tehát más az identitásotok. Megváltoztak azok a változók, azok a kis darabkák, azok a kis delták ott benne, mert most tudtok valami mást, valami újat. Tehát új emberek vagytok. Igen. Ezek a döntések. Igen. És ezek a következmények. A tegnapi videót nagyon javaslom. Ja, nagyon kevesen fogják megérteni. Mm. Elmondom meg. Ez lesz a legalacsonyabb nézettség. Pedig ez egyik legmagasabb. Most te mondod el. Pont. Igen. Pedig nem beszéltünk össze. Nem beszéltünk össze. Ez a lényeg. A nem beszéltünk össze. Ez így van. Ez így van. Na most akkor arról van szó, hogy Gandhi mondta ezt, és Greg Braden mondja ezt a gyönyörű szöveget, vagy szlogent, vagy akármi. Azt mondja, hogy a teremtéshez csak két dologra van szükség. Egyik az, hogy megértsük, hogyan működik, és akkor ez lenne a mechanikája, vagy a valóság mechanikája, és a második pedig az lenne, hogy azt a nyelvet beszéljük, amit maga a mező megért. Már a kvantummezőre értem. Vagy forrásnak is nevezhetjük. Tehát mi az a nyelv? A beszédünk egy részben,
Nem teljesen, de a valójában mi az? A rezgés, a hullám, az, amit mi kibocsátunk, az az információ, amik vagyunk. És akkor én azt kérdezem tőletek, mi vagy te? Definiáld önmagad. Definiáld önmagad, és meglátod, hogy mi vagy. És ha van benne valami, ami negatív, cseréld ki, ahogy mondja Krisnamurti, változd meg. És akkor hagyd abba a nyavajgást, bocsánat, ha így mondom, de hagyd abba a panaszkodást. Na, ha te rájössz, hogy te egy teremtő vagy, na, ez a másik. És akkor az én kérdésem az, azoknak az embereknek, akik szenvednek, mert néha kell egy pofon, ugye ma is hallottunk egy olyat, hogy lever egy pofont a gyereknek, és mindjárt helyre jön. Most adok egy másik pofont. Azoknak az embereknek, akik nagyon sokat szenvednek, azt mondanám nekik, milyen mélyre kell süllyedj, hogy rájöjj, hogy szárnyaid vannak. Majdnem úgy meghallj. Pontosan. Tehát elég ebből, elég. Ébredj fel, és tudd, hogy egy teremtő vagy. Benned van a teremtés. Te vagy egy, mondjam úgy, hogy egy bizonyos féleképpen a teremtőnek egy arculata. Te vagy az. Meg mindnyájan. Egyformán. Oké? Mindnyájan teremtők vagyunk. És ezt ruházzuk át másokra. Igen. Majd másokra figyelünk, hogy ők döntsenek. Pontosan. Nekem kéne. Pontosan. Ez a színpad. Például az elit. Ugye? Vagy a politika. Vagy a vallás. Vagy. Igen. Na most beszéltem az érzelmi intelligenciáról, most nem megyek nagyon bele, csak itt meg tudjátok figyelni egy kicsikét, és mondjuk benne marad a videóba, meg lehet állítani esetleg azok, akik majd megnézik később a videót, megállítsák a videót, elolvassák, jó? Ő lenne Daniel Goleman, aki kialakította az egész elméletet, önismeret, és másikat is megismerni ugyanúgy, empátia van benne, mert akkor én felismerem másokba az ő érzelmi állapotukat, és azon kívül tudom azt, mondjam, egy bizonyos szinten kezelni, vagy, hogy mondjam, tehát közben járni, vagy nem tudom, mi a helyes szó, mondjam úgy. Kezelni. Meg a saját nézőtömet is. Igen, pontosan. Oké. Na most ez, nagyon gyorsan elmondom, ez egy olyan illusztráció, ami megmagyarázza, amit eddig mondtam. Tehát, hogy van a változás, de ez már pszichológiai szinten. Van itt egy fizikai realitás, oké, ez az első, ami nekem nem tetszik, és én ezt meg akarom változtatni. Mit kell tennem? Egyszerű. Na most figyeljétek meg, milyen dolog. Először is ez a realitás azért létezik, mert nekem van egy meggyőződésem, azért tanítom az M-et, és egy negatívat oda. Egy negatív meggyőződésem van valamiről, vagy magáról, arról a valóságról. De ahhoz, hogy tudjak változtatni, rá kell jöjjek, hogy az a meggyőződés nem biztos, hogy igaz. Ezért használom a két ejt, oké? Hogy én tudjam azt megváltoztatni, hogy nem biztos, hogy az igaz, és akkor jöjjek rá, hogy a meggyőződés valójában nem más, csak egy hit. Én azt hiszem, hogy úgy van. Viszont ha azt hiszem, akkor van egy hatalmam fölötte, vagyis én a hitet meg tudom cserélni. Azért csináltam oda egy recycle, ezt tenni, újra hasznosítom. Oké? És akkor azt mondanám, hogy ha megcserélem, akkor például, vegyünk egy példát. Én nagyon szeretem ezt a példát, de magáról a példáról lehetne beszélni sokáig. Valaki azt hiszi önmagáról, hogy nem szeretik. Hány ilyen ember van? Millió. Oké? És hogy mik az okai, meg minden nagyon széles körű, hogy mondjam, analízist tudna tenni róla, ugye? Na most, valaki nem, azt hiszi önmagáról, nem szeretik. Ez lenne az a negatív hit, ami a negatív hit azt csinálja, hogy ne menjen ki, ne menjen keresni a szeretetet. Senkinél. Miért? Mert a hite azt mondja, hogy ha kimegy szeretetet keresni,
Az egyetlen dolog, amit fog találni, az az igazság, hogy nem szeretik. És még jobban fog szenvedni. És emiatt ez a hit azt csinálja, hogy erősíti az ő meggyőződését, és a meggyőződés erősíti a fizikai realitását. És ez, ahogy látjátok azt a kört ott, ez mit jelent? Önmegismétlődés. A történelem megismétli önmagát. Például, vagy az én, lássam, ha tudjátok, az embernek, vagy annak a személynek, a komfortzónám. A komfortzónám, nem megyek ki onnan, mert nekem itt jó. Nem baj, ha nem szeretnék, tudom, legalább tudom, mi van. Ez van, ezt kell szeretni. Nem így mondja? Hát ez nem jó, ez van, ezt kell szeretni. Nem! Tegyél valamit, hogy változzál, vagy hogy változzon meg a valóságod. És akkor nem, inkább csücsülök otthon. Nem, mert veszélyben vagyok, hogyha kimegyek, akkor valaki bántani fog. Nem igaz? Hát nem. És akkor, ha az ember rájön, hogy ez csak egy hit, ki tudja cserélni, pontosan az ellentétére. Vagyis persze, hogy szeretnek engem, persze, hogy szeretve vagyok, ha mondhatnám így, magától, Istentől, ha akarjátok, vagy a kvantummezőtől, vagy a forrástól, vagy hívjátok, ahogy akarjátok. Persze, hogy szeretve vagyok. Miért? Mert létezem, itt vagyok. És az én létezésem a szeretettől jön. Mert ha nem lenne szeretet, nem léteznék. Nem lennék itt. Ennyi. Ilyen egyszerű. Tehát így meg tudja változtatni az ellentétét, pozitívra váltsa. Persze, hogy szeretve vagyok. Hogy ne lennék szeretve? Hiszen még több. Én magam vagyok maga a szeretet. Ahogy mondtam az előbb, az egészség. Nem azt mondom, hogy egészséges vagyok, hanem én maga vagyok az egészség. Most ugyanazt mondom, én maga vagyok a szeretet. Tehát akkor nincs szükségem arra, hogy mások szeressenek. Mert maga vagyok a szeretet. Én nem várom, hogy mások szeressenek. Én kibocsátom magamból a szeretet energiáját mások felé, és nem várok semmit. És itt van az, hogy feltétel nélkül. Feltétel nélkül. Oké? Okay? És akkor mi történik? Tovább megyek. Ez az új hit megerősít engem ebben, tehát most már meggyőződésem róla, hogy én szeretve vagyok, ezért kialakul egy új fizikai realitás. Ott jobb oldalt az a zöld. Oké? Okay? De már figyelem, mert ott fejül van egy kételj. És ott volt azon a másik, visszaugrok egy pillanatra, itt volt ez a pont, hopp, itt van, az a piros pont, ahogy látjátok ott, azaz, hogyha megjelenik a kételj, most, miután már váltottál hitet, ha megjelenik a kételj, ez negatív kételj lesz, tehát negatív funkciója lenne, vagyis visszanyom a rossz útra. Oké? Okay? És akkor mit jelent, hogy miután változást hoztál be, akkor már nem szabad kételkedni benne. Abszolút, itt már nem is hitről beszélünk, hanem tudásról. Tehát én nem hiszem ezt, hanem tudom, abszolút tudom, hogy ez így van. És ez az igazság. És akkor megjelenik az új fizikai, de vagyis, más szóval, új tapasztalat. Ami, ez az új tapasztalat megerősíti az új hitemet. Vagy az új meggyőződésemet. Oké? Okay. Tehát világos. És akkor ez sokkal könnyebb, nem tudom, lehet, jobban lehet megérteni, vagy nem. Annyit még adjak hozzá, hogy ugye közben játszik itt a DNS, mert nekünk DNS programjaink vannak, és akkor a negatív hit ugyanúgy hat a DNS-ünkre, a DNS mi valójában, a kromoszoma mire hasonlít? Az a kár, hogy nincs egy táblám, mert szoktam csinálni grafikákat is, és akkor valójában a kromoszoma, amilyen X formája van, valójában, ha tovább rajzolom körökbe, még egy nagyobb kör, még egy nagyobb kör, a végtelen, mire hasonlít? Hullám. Torusz, köszönöm. Hullám. Elektromágneses tér például. És akkor micsoda a kromoszoma? Egy antenna. A kromoszoma egy antenna, ami kapcsolatban van egyenesen a kvantummezővel, és az bocsátja ki az információt, ami én vagyok. Tehát
Kell DNS program változtatás, és akkor, amikor én változtatok hitet, hitrendszert, akkor megváltozik a DNS programom is. És azonnal küldöm ki a jelet a mezőnek. Figyelj, jel, figyelj mező, ki vagyok most már. És akkor mondjak nektek olyasmit, egy nagyon gyönyörű tanítás, amit Greg Braden hozott. Nem tudom, hogy állunk az idővel, ha még pár percet. Azt mondja Greg Braden, nagyon szeretem ezt a példát, hogy egy nap ő találkozik egy indián barátjával, mert ő Cherokee leszármazott, és egy Cherokee indiánnal találkozik, és mondja neki, hogy figyelj Greg, nem is velem, hogy menjünk ki a mezőre, hogy imádkozzunk esőt. Valahogy így fejezte ki magát, csak angolul máshogy hangzik, vagy magyarul máshogy hangzik. Mondanám úgy, hogy csináljunk esőt. De ő azt a szót használta, hogy to pray rain. De nem azt mondta, hogy imádkozzunk esőért, for rain, hanem to pray rain. Tehát, hogy csináljunk esőt. Okay? Mert nagy a különbség, nagyon fontos. És azt mondja, persze, megyek veled, hogyne? Na, elmennek, van nekem itt a komputer, csak most ki kell keresem, van egy kép arról a helyről, ahova mentek, mert ő megosztotta, egy ilyen kövekkel kirakott szent kör, mondjam úgy, valójában szakrális kör mondhatnám, ahova az indián leveszi a cipőjét, belemegy a közepébe, megáll így lábon 20 másodpercig, aztán odafordul Greghez, azt mondja neki, nem vagy éhes, gyere, menjünk enni. Azt mondja, de azt hittem, hogy imádkozzunk esőért. Greg még nem értette, ő úgy mondta, fordítva, hogy esőért. Oké? Okay? És azt mondja az indián neki, de kész, ennyi. Befejeztem. De hogy? Azt mondja, én azt hittem, hogy fogsz táncolni itt nekem esőtáncot, az a ujjajjajjaj, tudjátok. Ne? De azt mondja az indián, de ez nem így kell. Hát hogy? És akkor azt mondja neki, figyelj, nagyon egyszerű, beállok ide a körbe, és elképzelem magamba, hogy esik az eső, és érzem a fejemen, ahogy a cseppek ütik a fejemet, és érzem, hogy csorog le az arcomon, és az esőnek a hidegét, érzem, ahogy elázok, érzem a lábomat a sárba, és megköszönöm. Hálát adok. Ennyi, kész. Azon a délutánon zuhogott az eső, úgyhogy folyt az utcán. Akkor azt mondja Greg, te, nem tudtál kevesebbet kérni? És erre azt mondja az indián, magába van a bőség. Tehát mi bennünk van a bőség. És akkor beszélhetnék egy egész szemináriumot arról, hogy hogyan teremtsünk pénzt. Nem úgy, hogy mismákolással, vagy mit tudom én, humbukokkal, nem, hanem valójában meditációval például. Van egy szeminárium erre. És valójában azt kell tenni, hogy újra definiálni a pénznek, vagy a bőségnek az értelmét. Mert ha már kimegyek a világon, megkérdezek valakit, mit jelent az, hogy bőség? Sokan azt fogják mondani, hogy sok pénz. Mert megtehet sok mindent. De várj, és az egészség nem az? A szeretet nem az? A család nem az? Stb. Stb. Ugye? Mert attól függ, hogyan definiálod te a realitásodat, a valóságodat, olyan viszonyod lesz vele. Tehát ha te negatívra definiálod a te tapasztalatodat, negatív viszonyod van vele, és akkor negatív lesz a tapasztalatod. Ugye? Viszont akkor az újradefiniálás azt jelenti, hogy oké, nem muszáj az a tapasztalat pozitív legyen, de legyen érvényes. Tehát az egy érvényes tapasztalat, nem más, nem kell legyen, hú, milyen szuper, az a betegség. Tehát meg pont azt mondjuk, a betegség maga mondjuk egy rák engem letör, azért ne ugye szenvedek, vagy fáj, vagy stb. És ez negatív. Mert így hívjuk. Ez a kultúránk, mert ezt tanították meg nekünk, ez negatív. Ebbe belehalhatsz. De én nem azt mondom, hogy most örülök neki, hogy én beteg vagyok, nem ezt mondom. Hanem azt mondom, hogy ne félj tőle. Definiáld újra, legyen csak érvényes. Ne legyen se negatív, se pozitív, de érvényes. Miért? Mert megtörtént, mert megteremtetted.
Oké? Tehát ha valami érvényes, akkor már megváltozik vele a viszonyom rögtön, és már nem vagyok konfliktusba vele. Érthető? És ha már nem vagyok vele konfliktusba, akkor már azt tudom mondani, hogy jó, akkor ez a szituáció, ez a betegség nem negatív, hanem mi? Egy érvényes tapasztalat, egy lehetőség a számomra, hogy megismerjem önmagamat mélyebben, ebben a szituációban. Azonnal nekem megváltozik az élet kivitelem, vagy az, hogy is hívják ezt a életfilozófiám, vagy a kozmovízióm, ha lehet így hívni. Azonnal. Na most, arról van szó, hogy ezt mindnyájon meg tudjuk tenni, ez a teremtés fizikája. És akkor végezetül mondjam még azt, hogy a könyvemben nagyon sok téma van, ami érdekes, és hadd mondjak el csak párat röviden. Például ritka kvantumjelenségeknek ad választ ugyanez a modell, amit mutattam az előbb, amit eddig nem tudtak megmagyarázni. Például olyanokat, hogy teleportáció, teletranszportáció, ugye? Amit én el is magyarázok, hogy valójában hogy lehet érteni. Időutazás, úgy szintén. Akkor például mondjam azt, hogy a déjà vu. Oké? Okay? Ugyanezzel a modellel itt le is írok egy képletet, itt most nem fog látszani annyira. Uh-huh. Van itt egy kép, a bemenet, ami visszaugrok a grafikához, ehhez. Az a jobb oldali két nyíl. Ez jelképezni azt, hogy valójában ez két tudat egyesül egy testben. És akkor az egyik képlet az a bemenet, a másik képlet a kimenet. Tehát alulról, ha megyünk felfele, mikor összejönnek, az a bemenet, és aztán mikor szétválnak, a kimenet. És akkor én ezzel a képlettel ugyanúgy, mint eddig, csak két tudatot egyesítek. Na most mások máshogy írják le, de nekem ez magyarázatot ad. Habár, ahogy mondtam, hogy ezt meg lehet vitatni, mert a tudomány az nyitva áll a vitára, nyitva kell álljon. Másik dolog a például a telepátia, ugye ezt is megmagyarázom ugyanezzel a képlettel, aztán a memória, például a memória az, hogy nem helyben van, hanem a mezőben. Mert akkor beszélnünk kell a tetszhalottról például, vagy a halál közeli élményekről akkor, amikor valaki kómában van, vagy tényleg meghal, és nincs egyáltalán agyi tevékenysége, és mikor visszahozzák, elmeséli nekünk, hogy mit látott. Ezrek vannak ilyen, vagy több tízezrek vannak már a világon, akik tanúságot tettek ilyesmiről. És akkor ezt is el kell magyarázni, mert valóban ez azt bizonyítja, hogy a memóriánk nem a fejünkben van, hanem a mezőben van. És akkor valahonnan le tudjuk tölteni, mikor visszajövök, letöltöm azt a memóriát, azt az emléket, amit láttam, mikor meg voltam halva. De ha nincs agyi tevékenységem, akkor mi az, amit generálja a memóriát? A lélek. A szellemünk. És ez, mondhatnám, bizonyíték arra, hogy nincs halál. Oké? Okay? Másik... A hetedik fejezetben az eszenciáról beszélek, az, ami mi vagyunk, és ki az, aki megfigyeli azt a realitást, vajon az ember, a fizikai elménk figyeli meg, amit látunk, vagy a szellemünk. Mert van az a dolog, hogy azt mondom, hogy mi vagyunk mi emberek, akinek van egy szelleme? Is. Ő azt mondja, nem. Mi vagyunk egy szellem, akinek egy földi tapasztalata van pont most. És akkor például mondanék valamit a feltétel nélküli szeretetről, mert ez benne van, és azt mondtam sokaknak, hogy és rávágják, hogy nem, ilyen nem lehet. Azt mondom, a szeretet gyógyít. Ugye? Egyetértünk. De nem elég ennyit mondani, hogy gyógyít. Mert ennek van egy biológiai hatása.
Tényleg. De azt mondom valakinek, hogy figyelj, rákos vagy. Szeresd a rákodat. És azt mondja, te bolond vagy. Nem. Mert ha te szereted azt, akkor nem vagy vele konfliktusba, ki tudod küszöbölni a stresszhormonokat, megváltozik a kémiád testedbe, és rögtön elkezdesz produkálni oxitocint, ugye? Ami természetes fájdalomcsökkentő, ezt tudja mindenki, főleg a nők, főleg azok, akik már szültek, ugye? Azon kívül tudsz produkálni encefalinokat, vagy endorfinokat, stb., ami például meg dopamint. És akkor az már, hú, de jól érzem magam. De boldogság. Boldogság hormonokat. Oké? Na most, a szeretet valójában, hogy ez megtörténjen, az az energia, amit a szeretet ad neked, állandó kell legyen. És ez az állandóság feltételmentes kell legyen. Mert ha van valami, ami feltételezi, akkor már mindjárt megszakad. Ugye? Most figyeljetek ide, hogy mit jelent akkor az, hogy feltétel nélkül szeretni. És akkor Bashar vagy Daryl Anka, más néven egy amerikai filozófus mondhatnám, de valójában ő egy filmgyáros, mondjam úgy, azt mondja, hogy a forrás olyannyira szeret feltétel nélkül benneteket, hogy még azt is választhatjátok, hogy azt higgyétek, hogy nem vagytok szeretve. És még hozzáadnék ide még valamit, a szabadságról, hogy te olyannyira szabad vagy, hogy azt is választhatod, hogy azt hidd, hogy nem vagy szabad. Elképzelitek? Tehát akkor azok, akik azt választják és panaszkodnak, valójában mi van nekik? Van nekik egy áldozati mentalitásuk. És ahogy mondtam az elején, hogy két szellem megbeszél valamit, csak akkor történhet valami két ember közt, hogyha van egy egyesség. Szellemileg. Ha nincs, akkor nem létezhet se tettes, se áldozat. Oké? Okay? Ha valaki nem akar áldozat lenni, meg kell változzon, ahogy mondta Krisnamurti, és felbontani azt az egyességet a tettessel, vagy az elnyomóval, ha akarjátok, vagy akárki másra, ugye? És akkor még azt mondanám, mondjuk valami fontosat, az energia az úgy működik, hogy a mező soha nem pazarol energiát. Ha valaki úgy dönt, hogy szenvedni akar, akkor szenved. És ez nem olyan, hogy Isten büntet, mert ő választotta. Tehát Isten nem büntet. Oké? Okay? Hanem mi büntetjük magunkat. Rendben van? De még ezt még jobban kifejtem itt a könyvben, és beszélek a feltétel nélküli isteni szeretetről, mert nem olyan valójában, ahogy a vallás leírja, hogy én annyi feltételt teszek, hogy menj a mennyországba, mintha nem így is úgy is oda tartoznék. Azt mondjuk is ezt. Nem? Mert onnan jöttem. Érted? Tehát nekem azt mondja a vallás, vagy a, nem mondanám vallás, hanem inkább az egyház. Azt mondja nekem, hogy én ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt kell tegyem, hogy szeressen engem Isten. Várjál már! Meg az örök, örök életet hirdeti. Meg az örök életet ígéri, hogy én jobb ember legyek. Tehát akkor mit csinál velem? Kényszerít. Hol az én szabadságom? Sehol. Nem tudok választani. Mert rá vagyok kényszerülve, hogy félelem által, mert ha nem így csinálok, akkor megyek a pokolba. De nem így van. Agymosás. Tehát én meg kell mondjam, hogy én egy keresztény családban nőttem fel, sokáig elhittem, amit ott tanítanak, de aztán elkezdtem kételkedni. Emlékeztek a kételyre, amit mutattam? Igen. Na, arról van szó. És most már nincs kételyem, amióta cseréltem. Még egy kimaradt, a bűnben születtünk. Igen.
Igen. Az is csak arra való, az is csak arra való, tudod mire van? Hogy félelemben tartja. Igen, félelemben vagy, a bűntudat és az alacsony önbecsülés. Én nem vagyok senki. Senki vagyok, nem vagyok rá képes, ahogy Isten akarja, úgy legyen. Mert én nem vagyok rá képes, én gyenge vagyok. Ez nem így van. Én teremtő vagyok. Mindjárt teremtőek vagyunk, akkor Isten az elnyomás. Az örök élet meg alanyi jogolják. De az, hogyha azt mondod, hogy Isten gyermekei vagyunk, valóban én úgy értem, hogy ha Isten a saját képére teremtett, nem arra a képre, hogy így néz ki, mint mi, mint egy ember, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy energiailag. Mi ugyanazt tudjuk csinálni, mint ő. Mit mondott Jézus? Nem tudom megmondani, hogy még könyvbe, vagy még verszakba, mert nem emlékszek rá, de tanultam, de mert oda jártam, de nem tudom, mert nem emlékszek. De azt mondja az egyik helyen, hogy ti nagyobb dolgokat fogtok cselekedni, mint én. Így van? Na most akkor itten a kételj bejön. Azt mondom, oké, ha te azt mondtad, akkor nincs rá szükségem. Nem úgy van? Most fejbe vertek. Nincs rá szükségem, mert egyenlő vagyok vele. Ugyanaz a hatalmam, csak még nem tudom. Na most azt mondjátok másokban, nem igaz, mert te nem így értette. Várjál már, akkor Jézus hazudott? Ha hazudott, akkor miről beszélünk? Ő nem hazudhat, de ha hazudott, akkor úgy szintén nincs rá szükségem. Sehogy sincs rá szükségem, se így, se úgy. Egyet értetek? Lehet, hogy van, aki nem ért egyet velem, ez rendben van, de érdemes egy kicsit elmélyedni ezen a gondolaton, mert valójában ő soha nem azt mondta, hogy kövessük. Követték, mert emberek voltak. De nem kívánta azt, hogy alárendeljük magunkat neki. Ez nagyon fontos, mert ő elismerte bennünk azt az erőt, ami benne volt. És ez szeretet. Oké? Okay? Ez teljesen így van. Na most lehet vitatni. Ugyanúgy, mint a tudományt, meg a fizikát, lehet vitatni. Bárkivel leülök egy vitára. Oké, okay, akkor van egy nagyon fontos fejezet, a 9. az ego, és a fölsőbb elme, ami a szellemünk, a köztük lévő szövetség. Ez nagyon fontos. És akkor van egy olyan dolog, hogy amiről ma is beszéltek itt néhányan, a születésről, ugye, az előttem lévő hölgy, Ilona, nem tudom, ha elment, vagy itt van még, itt van. Azt akarom mondani, hogy a léleknek a belépése a testbe mikor történik meg? Születéskor. Nem. Után. Nem. Nem mindig a fogantatáskor. Ez nem. Nem. Az első lélegzetvétel? Nem. Én is úgy tudom. Nem. Akkor, amikor megszületik a baba, nem, akkor következik. Nem várom tőletek, hogy tudjátok, mert nem mindenki tanult ilyesmit, de valójában se nem tanítanak róla, hanem én rájöttem. És azt mondom, oké, nem tudom, ha rájöttem, vagy hogy közel vagyok a megoldáshoz. Van egy bizonyos pont, amikor fogamzás után kezd növekedni a sejt, osztódik a sejt, és eljut egy ponthoz, amikor kezd kialakulni az ideg cső. Ismerős ez nektek? Van egy nagyon picike kis szerv, mondjam úgy, ami egy idegcső, de még mielőtt eléri az idegcsövet, van egy bizonyos pont, amit úgy hívnak, hogy kialakul az ideg lap, nem tudom, ha mondhatnám úgy, plate mondanám, egy lapos valami. Okay? Mert valójában van, két burok van. Úgy kezdődik, két burok van, és a két burok közti membrán, ott történik meg valójában, hogy behajlik aztán az egész, és akkor, ahogy behajlik, keletkezik ki a cső, az idegcső. Na most, mielőtt behajlik, van ott egy bizonyos dolog, amit úgy hívnak, hogy magyarul, nem tudom, spanyolul, notocorda. Notocordis? Lehet, nem tudom. Na mindegy. De ez produkál egy bizonyos elektromos impulzust.
És azt úgy hívják, hogy neuruláció. A neuruláció az, amikor egy elektromos, mert ez elektromos impulzus, akkor jön be a lélek, mivel a lélek elektromágneses. Ha nincs elektromos impulzus, nincs lélek. Oké? Okay. Ha van impulzus, megjelenik a lélek, de nem hirtelen az egész benne van, hanem szépen lassan, folyamatosan, ahogy aztán kezd kialakulni a cső, és úgy kezd fejlődni, a lélek egyre jobban beágyazódik az idegcsőbe, aztán az agyba, aztán az összes idegrendszerbe. Oké? De nem csak oda, hanem a csakra rendszerünkbe is. Oké? Okay? Tehát ezt is, erről is beszélek, mert valójában ez kicsit biológia, mondhatnám úgy, de érdemes elgondolkozni rajta. És aztán például a 12. fejezet, ami a leghosszabb, az a feltétel nélkül szeretet, és amiről beszélek több szempontból, például párkapcsolatba, például nevelésbe, családba, aztán ugyanúgy az isteni szeretet, ugyanúgy köztünk lévő viszony, vagy interpersonális, mondhatnám úgy, szeretet. Egy koldus iránti szeretet például. És itt van egy olyan kognitív diszonancia, amikor azt mondom, hogy ha te segítesz egy kolduson, nem szereted. Szoktam. Nem szereted. Én is. Nem. Most megint fejbe vernek. Szoktam. Nem szereted. Nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy akkor, amikor látsz egy koldust, hogy milyen helyzetben van, milyen érzést produkál benned. Szánalmat. A szánalom valójában ez kellemetlen érzés benned. Amikor te adsz neki valamit, akkor azt mondod, segítettem neki, levetem magamról azt a terhet, azt a szánalmat, már nem érzek szánalmat iránta. Az önzés. Ja, ezt én nem így gondolom. Sajnálom. Ez pszichológia is. Nem így jó, de akkor jó. Hadd mondjam, hogy lenne, feltétel nélkül. Szállalomból önzés. Elmondom, hogy lenne feltétel nélkül. Úgy lenne feltétel nélkül, hogy én, ugye egyenrangúak vagyunk, egyenrangúnak számítom őt, és akkor azt tudom mondani, hogy oké, amit ő átél, ő választotta. Nem tudom elvenni tőle az ő tapasztalatát, mert nincs hozzá jogom. Oké? De mivel egyenrangúak vagyunk, azt tudom neki mondani, hogy drága testvérem, szeretsz így lenni? Nem szeretnél neki menni? Nem tudod azt, hogy te neked milyen hatalmad van? Menj ki! Állj fel! Ahogy Jézus csinálta a csodákat, nem? Állj fel és járj! Menj ki ebből a szituációból! És ha ő azt mondja nekem, hogy oké, beszélj többet róla, hogy csináljam? Akkor igen, azt mondja, gyere, elmondom. De azt mondja, hagyjál már a prédikációddal együtt. Kész. Köszönöm, hogy meghallgattál. De neki ez megtapasztalás. Ennyi. Ez feltétel nélküli szeretet. És van még egy olyan hasonló dolog, hogy ha látsz két embert az utcán, például, hogy az egyik veri a másikat, ahogy mondtam, van egy tettes meg az áldozat, és sokan azt mondják, ha látod és nem lépsz közbe, akkor te is bűnrészes vagy. Valójában ezzel nem értek egyet. Miért? Ugyanazért, ahogy mondtam most. Mert semmi nem történhet két ember között, ha nincsen szellemi megállapodás előtte. Tehát az áldozat csak akkor áldozat, hogyha hagyja, hogy az legyen. És ugyanazt tudom mondani, ha beavatkozok, lehet rosszabb lesz. Vagy oda megyek és azt mondom, figyelj barátom, te hatalmas ember vagy, ne hagyd. Ne legyél tovább áldozat. Tehát az belül dől el, meg itt, hogy ne legyen tovább áldozat. És ha már nem áldozat, nem érzi tovább áldozatnak magát, nem jelenik meg a tettes vagy az elnyomó egyáltalán, mert az ő realitásában nem létezik az a tettes. Nem létezik elnyomó. Értitek? Így működik. Oké? Okay. Nos, mit mutatnék, hogy a teremtés fizikája. Ennek még hosszabb
dolga van, tehát még lesz másik könyv. És most hamarosan állok neki a következőnek, amiben pontosan a Jézusnak a csodatételeiről fogok beszélni, ezzel a modellel magyarázva. És belemélyülök egy kicsit. Lehet nem lesz ilyen vastag, lehet vékonyabb, de megpróbálom elmagyarázni. Azután más témák, és remélem, hogy tetszeni fog az embereknek. Én csak annyit mondok, hogy a 12 év alatt kb. Sikerült meglátogatnom sok különböző országokat, mondjam úgy, párszor Dél-Amerikába, Argentína, Kolumbia, Mexikó, Spanyolországba sokfele, több városba, Kanári-szigetek is, még Olaszországba is, és olyan szemináriumokat tartottam, amik mondjuk itt vannak a könyvben, de nem csak hogy elmélet, hanem gyakorlatba visszük. Tehát úgy, hogy meditációs gyakorlatok, meditációs típusok, mert több fajta van, attól függ, hogy mi a célod, és akkor ezeket meg lehet tanulni. Ha tetszik, amit csinálok, akkor beléphettek a Facebookra, és van ott egy lapom, Facebook oldal, ez a neve, Teremtés fizikája, keresetek rá egy lájkot esetleg, okay? És beszélhetünk is ott, mert ha kommentáltok, akkor én meglátom, és tudok válaszolni, okay? És bárkinek, bárki szeretné a könyvet, itt vagyok, aláírom, dedikálom, okay? Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és remélem, hogy újra látjuk egymást.